Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok! Örülök, hogy újra együtt. Örülök, hogy eljöttél, hogy együtt gondolkodjunk. Hogy most egy kicsit elméletben is csiszoljuk a tudásunkat, hogy a gyakorlat még jobbá váljon. Ahogy haladunk az új emberré válás útján, ugye ezt úgy lehet, hogy elméletben is megértünk dolgokat, felismerünk dolgokat, és aztán a gyakorlatban, a meditációkban meg elkezdjük megtapasztalni, meg elkezdjük magunkat felhangolni, hogy még inkább tudjuk gyakorolni a hétköznapokban, a meditáción kívül is, hogy megváltozzon az, ahogyan tudunk élni, megváltozzanak a körülményeink, azok a dolgok, amik nem túl szimpatikusak nekünk. Szóval ma este folytatjuk ezt a képzés sorozatot, aminek a 91. leckéjénél tartunk, ami nem kevés, valljuk be, de azt gondolom, hogy még mindig tudunk újat tanulni. Mit szóltok hozzá? Szóval a Facebook csoportban is köszöntök mindenkit, a YouTube csatornán is. Mindkét helyen közvetítjük ezt a ma estét is. És jó, hogy eljöttél, mert itt nem csak én szeretnék beszélni, hanem tudjátok, ahogy szoktuk ezeken az előadásokon. Én teszek fel kérdéseket, és szeretném, hogyha mindannyian aktiválnánk magunkat. A legjobban úgy lehet tanulni különben, hogyha forog közben az elméd. Ja, és akkor egyébként nem alszol bele. Szóval ez szintén egy előny, hogyha interaktívvá tesszük ezt a ma estét is. Szóval az előző leckében, a 90-ben beszéltünk az intuíciókról, a hatodik érzékről, a megérzésekről, és azt gondoltam, hogy azért ez nem egy kis téma, szóval, hogy lehet, hogy erről még többet is lehet beszélni, hogy hatékonyak legyünk ebben a témában. Mindenki azt mondta itt, aki itt volt, hogy már tapasztalta azt, hogy létezik az intuíció, megérzés, akkor is feltettem a kérdést. Sorban azt válaszoltátok, hogy igen, én szoktam megérezni, igen, igen, sokszor, stb. Stb. Szóval ez létezik. Ez itt nem is volt kérdés. A kérdés az, hogy képesek vagyunk ezt fejleszteni, ezt a képességünket, hogy ebből még több legyen. Meg képesek vagyunk eljutni oda, hogy tegyünk lépéseket is ennek megfelelően. Szemben azzal, amit mondjuk az elménk mond, hogy talán mégse kellene, azt hiszen néz körül. Ez butaság. Mit fognak gondolni, hogy te itt mész a megérzésed után, mikor az adatok nem ezt mutatják. Szóval, viszont ha elég magabiztosak vagyunk, és elég sokat gyakoroljuk ezt meg, tudjuk azt, hogy mikor van az, hogy ez a megérzés, ez valódi, mikor nem az elménk súgja, akkor ebbe egyre jobbá lehet válni. Szóval ezért gondoltam, hogy ma este is folytatjuk ezt a témát. Mit gondoltok, hogy jó lesz ez, érdekes ez még számunkra? Vagy már itt mindenki olyan profi, hogy folyamatosan a megérzési alapján éli az életét, és minden döntése tökéletes. Ez van? Vagy tudjuk ezt még fejleszteni? Hogy vagytok ezzel a kérdéssel? Jó helyen járok, van értelme erről még beszélni? Szabad beírni a chatablakba egyébként.
Én nagyjából fél perccel később kapom a válaszotokat, különben amit írtok, tehát lehet, hogy azt gondolod, hogy válaszoltál, és közben meg én beszélek még, mert hogy nem kaptam választ, de egyébként ez ezért van, mert itt van egy csúszás. Szóval van értelme, ezek szerint még nem mindenki tökéletes itt velem együtt. Igen, azt mondja Törökországból is Edita, hogy igen, remek téma. Ja. Mindig van hova fejlődni. Igen, ez valóban így van. Ezért vagyunk itt különben a Földön. Ezért vagyunk itt, hogy még jobbak legyünk, igaz? Hogy tanuljunk, hogy tapasztaljunk, hogy fejlődjünk. Van, aki kezdő, az sem probléma, kedves Román András néha YouTube-on. Nem baj, ha kezdők vagyunk. Az a lényeg, hogy haladjunk előre. Szóval, akkor folytatjuk ezt a csodás témát, izgalmas témát, és a múltkori előadáson én megmutattam nektek egy gyakorlatot, hogy hogyan tudjuk viszonylag gyorsan megteremteni azt az energiamezőt bennünk és magunk körül, ami segít abban, hogy ezek az intuíciók működjenek. Csináltunk egy ilyen gyakorlatot, gondolom emlékeztek, aki itt volt. És akkor említettem, hogy még az is lehet, hogy fogok csinálni ez alapján egy meditációt, hogy ne neked kelljen ezt egyedül, hogy egy kicsit ez vezessen téged. Hogyha bármikor, amikor lehúznak a problémák, tudom, nem téged, a szomszédot, de még az is lehet, hogy téged is, nálad is bekapcsolnak bizonyos nyomógombok, akkor viszonylag rövid idő alatt tud kiépíteni ezt az energia mezőt magadban, körülötted, ami által kapcsolódhatsz azzal az energiával, ahonnan érkeznek az intuíciók, meg úgy egyáltalán, hogyha abban vagy, akkor egész más a működésed. Akkor azt érzi a tested is, érzi az idegrendszered is, és elkezdi gyógyítani a tested, elkezd rendbe rakni mindent. Magadban, benned és körülötted. Szóval az lesz, hogy itt az előadás vége felé ezt átismételjük, ezt a gyakorlatot, és készítettem egy ilyen meditációt. Ez 17 perc, ez egy olyan idő, szerintem negyed óra, ami bármikor van negyed órád, igaz? És ezt meg tudod csinálni, akár reggel is, napközben is, bármikor, amikor úgy gondolod, hogy elveszítetted az energiát, akkor ezzel vissza tudsz rá hangolódni, és ezt a intuitív energiát, ezt fel tudod éleszteni magadban. Na, látom, hogy Hevenyesi Klári írja, hogy ő már gyakorolja ezt, és ez neki nagyon hasznos. Szuper. Van egyébként más is, aki megpróbálkozott vele? Még gyakorolta a múltkori előadás után? Jó, ez így sokkal könnyebb lesz egyébként, mert ugye itt akkor egyszerűen nem kell gondolkodni, hanem vezetve meg tudod csinálni, és be tudod gyakorolni, és aztán már akár a meditáció nélkül is rá tudsz hangolódni, bár azért ez egy olyan meditáció lesz, ami eléggé szerintem a jelenbe hoz. És igen, Csilla, ezért csináltam csak 17 percre, hogy ne aludj bele. Azt írja Csilla, hogy ebben biztos nem alszom bele. Na,
Igen, szóval ez rövid idő ahhoz, hogy nagyon belealudjon valaki, de mint szoktam mondani, egyébként az sem egy nagy probléma, ha valaki a meditációba belealszik, mert akkor legalább alszol egy jót. Mi a probléma azzal, hogy alszol egy jót? Rengetegen vannak, akik nem tudnak aludni. És amikor egy meditációból mész bele az alvásba, akkor lehet, hogy ott a tudatalatti elméd még elkezdi teremteni azt, ahol elaludtál. Egyébként meg sokszor nem is alszotok, csak téta állapotban vagytok, ami meg tök jó. Na, elkezdjük akkor jól azt, hogy ma mire gondoltam, hogy miről fogok beszélni. A meditációk, azok, azt ugye most együtt meg fogjuk csinálni, utána pedig a klubban lesz majd elérhető, hogy ezt valaki tudja használni rendszeresen. Szóval, akkor azzal kezdtük a múltkori adást, hogy megnéztük, hogy mi a definíciója az intuíció szónak, hogy ugyanarról beszéljünk, és itt arra jöttünk rá, hogy én hoztam két szótári megfogalmazást, hogy ez valami ösztönös megérzés, valami sejtés, mélyrelátás, belső szemlélet. Egy olyan dolog, ami nem a külső, nem a fizikai érzékszerveinkből érkező adatok alapján történik, hanem valami hirtelen felismerés, anélkül, hogy agyalnánk, hogy gondolkodnánk ezen, anélkül, hogy külső adatokat figyelembe vennénk a fizikai valóságban, egyszerűen megjelenik valamilyen információ. Egyszerűen csak tudod, van valami kérdésed, és egyszer csak bum, megjön a válasz. Egyébként ezeket az előadásokat, amiket én szoktam tartani, ezeket általában intuíció alapján hozom ezeket a témákat, tehát ez pont ugyanígy történt a 90. leckénél is. Én egyszerűen ráhangolódok erre a végtelenre, összekapcsolódok ezzel az energiával, tudom, hogy ott van minden információ, mert ti is összeszoktatok vele kapcsolódni, ugye ezt is tudom, és beletápláltok információkat, és én megkapom. És ez dobta, hogy beszéljünk az intuíciókról. És ez hogyan? Egyszerűen az van, hogy fogalmam nincs, amikor én ezt elkezdem, ezt a folyamatot, hogy miről fogok előadást tartani. És nem is akarom kitalálni az agyammal, a gondolataimmal. Szándékosan teljesen kiürítem. És egyszerűen csak összekapcsolódom, és ott van ez a szándékom, hogy meg szeretném tudni. És egyszer csak bum, tudom. Olyan szinten, olyan intenzíven tudom, hogy nem kérdés. Ez nagyon-nagyon sokszor megtörténik. Ez az intuíció, amikor nem kutatsz valamit, nem valamilyen adatokat veszel figyelembe, hanem egyszerűen valahonnan ez megjelenik. És akkor az a kérdés, hogy hogy tudnánk fejleszteni magunkat, hogy még hatékonyabban érzékeljük ezt. Hiszen itt van két dolog. Az egyik az, hogy vajon tudjuk-e érzékelni ezt? Fel tudjuk-e fogni, hogy ez jön, ez az információ? És ha igen, ha megjött, akkor képesek vagyunk engedni neki, vagy azt mondjuk, hogy ja, hát ez lehet egy ötlet. De közben még kutakodunk, megnézünk még másik lehetőségeket, és aztán agyalunk, és akkor már biztos, hogy erre hallgattunk. Tehát erről beszélünk, hogy honnan jönnek ezek az információk, honnan jöhetnek, és ez mitől függ, hogy jönnek-e adott esetben a nap folyamán, vagy nem jönnek. És ez alapvetően attól függ, hogy te melyik énedben vagy.
És akkor ma este erről fogunk beszélni bővebben, hogy van itt neked két éned valójában. A legtöbb ember az egójából él. Az ego az a elmúlt időszakod tapasztalatainak, információinak az összessége, amiket begyűjtöttél az érzékszerveiddel. Ez egy nagy kupac információ, és ez irányít téged. Ezek bekapcsolódnak, ezek súgnak gondolatokat a fejedbe adott esetben, és ez alapján teszed a dolgodat. Nagyon sokan csak ez alapján teszik a dolgodat. De ugye sokszor beszéltünk róla, hogy te nem a tested vagy, nem az elméd vagy, nem a gondolataid vagy, hanem van itt egy másik éned is, amit sokféleképpen lehet nevezni. Lehet nevezni például felsőbb énnek. Mi van, hogyha erre helyezed a figyelmed? A felsőbb éned, aki képes kapcsolódni a végtelenhez, mert hogy része ennek. Ez egy energia. Te valójában egy energia lény vagy. És ez az energia valód, ez teljesen kapcsolatban van az univerzális energiával, a mindenséggel, a teljességgel, Istennel, a tökéletességgel. Na, a kérdés az, hogy melyik énedben van a megfelelő információ, amire figyelj. Mit gondolsz? Melyik énedben vagy a nap nagyobb részében? Ez a kérdés. Akkor, hogyha itt vagy, azaz ráhelyezed a figyelmed, vagy beszívta a figyelmed az egóban lévő összes tartalom, akkor vajon számíthatsz-e te intuíciókra? Mit gondolsz? Tehát az emberek jelentős része teljesen nem is tud arról, hogy nincs is rajta a szám egyenesen, hogy van egy ilyen felsőbb én, vagy én valódi önmagadnak szoktam hívni ezt. Egy energia lény, aki te valójában vagy, vagy lehet ezt léleknek nevezni, lehet szellemnek nevezni. Sokféleképpen hívják. A kérdés az, hogy honnan jön az intuíció. Az egóból jön, vagy a felső bénből jön? Honnan jön? Ugye ez megfoghatatlan, hiszen ezt, amikor én ezt szoktam tenni, akkor mindig csukva van a szemem. Tehát még nem is súgnak. Valahonnan jön. De ugye azt tudjuk, hogy az energiában információ van, igaz? Tehát azt nem kell megmagyarázni, tehát az nem annyira felfoghatatlan, hogy például van itt energia, például rádió hullámok, mint energia, ott, ahol te vagy, és abban vannak információk, igaz? Honnan lehet ezt tudni? Hát onnan, hogyha bekapcsolod a rádiót, akkor valaki beszél benne. Az a valaki, az nem benne ül a rádióba, ugye? Tehát az információ, amit ott a rádió hangszórója, az beszéd hangformájában átad neked, az ebbe a rádió hullámban, ebbe az energiában van benne konkrétan. Tehát egyszerűen beleültetik ezt a rádió adóban, ott amikor összeállítják az adást a rádióban, vagy a televízióról ugyanez a helyzet. Egyszerűen azt az információt ráültetik egy frekvenciára, egy rezgésre, egy energiára, és ezt kiküldik az éterbe. És ezt az információt, ezt van egy rádióvevő, vagy egy tévévevő, ezt fogja, hogyha ráhangolódik a televízió, vagy a rádiót, ráhangolod, vagy rákapcsolod arra a csatornára, és egyszerűen megjelenik ez az információ. Tehát ez teljesen hétköznapi dolog egyébként.
az, hogy létezik ez az univerzális teremtő isteni mátrix, ahol minden mindennel össze van kötve, és ebben is információ van, hát ebben ugye nincsen nagy csoda. Tehát, hogyha a televízió így tud működni, meg a rádió, meg a mobiltelefon, hogy ez az energia tudja hordozni az információt, akkor ugye nincs mit csodálni, hogy ez a teremtő erő, az az univerzális erő, az minden információval rendelkezik, amire szükség van az életben. Mi a dolgunk, hogy ráhangolódjunk erre, mint ahogy a rádiót rátekerjük, vagy a tévét. Tehát a valódi énünkből jön, a felsőbb énünkből jön. Hogyha ott vagyunk, ebben az énünkben vagyunk napközben, akkor képesek vagyunk arra, hogy ezt az információt, ezt vegyük úgy, ahogy a rádió, hogy megszólaljon bennünk ez az információ. De ehhez az kell, hogy ráhangolódjunk. Ehhez az kell, hogy kijöjjünk az egóból, hogy egyszerűen áthelyezzük a figyelmünket a fizikai valóságról, ami bekapcsolja az egónkat, az egónkból, a gondolatainkból, és oda tegyük a figyelmünket a felsőbb énre, a valódi önmagunkra. Mert különben kihagyjuk az intuíciókat. És akkor nézzük meg azt, hogy mit tartalmaz az ego, milyen információk jöhetnek az egóból, és milyen információk jöhetnek a felsőbb énből, vagy a valódi önmagadból. És azt szeretném, hogyha most ma este elég ismerőssé tennénk ezt, hogy neked két entitásod van, tehát két éned van, és te valamelyikben vagy. Tehát folyamatosan valamelyikben vagy, és szeretném, hogyha az előadás végén ez tisztább lenne, hogy meg tudod különböztetni, hogy én most hol vagyok, én most tényleg az intuíciót képes vagyok kapni, vagy éppen nem, mert az egómba vagyok. És kicsit barátkozunk